Alsónemes Sepeti Nemes Rádó ellen játszott. Milyen mérkőzés volt? Jó küzdelmes mérkőzést játszottunk. Az első fél időben jól kezdtük a meccset, két gólt is rúgtunk, aztán jött egy kiállítás az ellenfélnél, ők már 9-en kezdték a meccset, de így 8 főre fogyatkoztak majd. Az első fél idő végén nálunk is volt egy kiállítás, úgyhogy 11 helyett 10-en maradtunk. Küzdelmes mérkőzés volt, a Rádónak is rendkívül sok helyzete volt, akár 3-3 is lehetett volna már az első fél időben. De úgy érzem, hogy végiguraltuk a mérkőzést, folyamatosan nálunk volt a labda, 7 gólt rúgtunk, rúghattunk volna még mi is, egy 5-6 góllal többet is, de úgy érzem, hogy jó, kifutottuk magunkat mi is, az ellenfél is jó, küzdelmes mérkőzés volt, jó hangulatban játszottuk le, úgyhogy mindenki jól érezte magát.